Sziasztok! Solt vagyok. A mai videó is egy ilyen beszélgetős videó lesz. Van egy érdekes történetem, amit meg akartam veletek osztani, és ha nem szúrom el, akkor egy másik videóval egyetembe fog ez kimenni. A másik kimegy majd reggel, ez pedig terv szerint utána, valamikor délután, ugyanazon a napon. Ami történt, az az volt, hogy hát még valamikor emlékeim szerint a nyár folyamán talán egyik nézőm, Gergő, küldött pár képet e-mailben, ilyen foltokról a kocsin, és kérdezte, hogy mivel lehetne eltávolítani. Hát ugye, mivel a képekről nehéz megmondani, hogy mégis mi az össz lehet, ezért próbáltam adni néhány ötletet, hogy milyen szerekkel lehetne próbálkozni, hát ugye értem szerint gyanta, kátrány eltávolítóktól kezdve, hát igen, ezekhez hasonló szereket, így mondtam mindenfélét, hogy mi lehet, és mondta Gergő, hogy így próbálta, de úgy nem akarnak úgy eltűnni. Még hogyha volt is valami eredmény, akkor a fold még nagyobb lett, mint volt. Ami így hirtelen furcsán hangzott, hogy nagyobb lett a fold, hát hogy lehet nagyobb, de hát ugye a képek nem adták vissza. És hát úgy adta a dolog, hogy pont járt Debrecenbe, és hát így élőben meg tudtam nézni, mert mondtam neki, hogy hát most értelemszerűen ne vegyen itt meg mindenféle szereket, nekem van, és akkor megnézzünk rajta néhányat, hogy mi az össz lehet. Ugye amikor ránéztem a kocsira először, úgy valahogy így tudat alatt úgy éreztem, hogy valami nem stimmel. De még akkor nem tudtam, hogy mi lehetett. És hát próbálkoztunk itt mindennel, tényleg a higítótól kezdve az ég egy adta világon át, és az volt a feltűnő, hogy ezek a foltok nem ilyen kis dudorosak voltak, mint hogyha teszem azt valami gyanta lenne a fáról, hanem teljesen lapos volt. De tényleg ilyen foltok mindenhol, a kocsin csak ilyen lapos. És mikor már mindent végigpróbáltam, amit csak lehetett, akkor így eszembe jutott, hogy meg kellene nézni még valamit, és hát megpróbáltuk gyurmával, és a gyurmánál is ugyanaz lett az eredmény, úgy nem nagyon történt semmi. És utána még mondom, hogy jó, hát akkor már a gyurmát megnéztük, akkor nézzük meg a polírpasztát, mert már tényleg már más ötletem nem volt, hogy mivel lehetne, és úgy elkezdett eltűnni. Persze egy üveg felületen néztük, hogy ne a fényezett felületen, és úgy vagyis nem is az, hogy elkezdett eltűnni, hanem pontosan ez az, hogy én is ugyanazt tapasztaltam, hogy még nagyobb lett a folt. És akkor így gondoltam egyet, és így hátrébb léptem, és így néztem a kocsit, és mondom, valami így piszkálja a csőrömet, mondom, csak rá kérdezek, mondom, hogy hogy szoktad, Gergő, lemosni a kocsit? És hát mondja, hogy ugye vízzel, mi egymás. És akkor rákérdeztem, hogy nem-e véletlenül fúrott kútból van a víz, és mondta, hogy amúgy de. És akkor esett le, hogy mi az, ami piszkálta a csőrömet egész idő alatt. Az egész kocsinak olyan, hát nem tudom, olyan érzésem volt, mint hogyha mat lenne az egész autó. De úgy, hogy az üvegektől kezdve minden. Tehát volt egy ilyen mat hatása, és ugye a tudat alatt így bennem volt, hogy valami vizuálisan nem stimmel, csak akkor nem tudtam még hirtelen hová tenni. És rájöttünk, hogy az a gond, hogy fúrott kútból van mosva a kocsi, és nem, hogy foltok keletkeztek a kocsin, hanem ahol a foltok voltak, az volt az a rész, ahol jó volt, tehát ahol az eredeti fényezés volt, minden gond nélkül. És akkor hát megnéztük egy folton a szélvédőn, hogy egy üvegpolír, meg egy sima mikroszálas kendő segítségével mit lehet elérni, hát ég és föld volt a különbség. Rakok majd egyébként ki képeket, amiket küldött Gergő. Először majd kirakom azokat, hogy néztek ki előtte, aztán pedig így szépen, ahogy haladt a dologgal. És az a lényeg, hogy kipróbáltuk még ugye az üveg után a fényezett panelen is, az egyik, nem is tudom most hirtelen az ajtón, lökhárítón, valamint még megnéztük, egy sima finish pasztával, meg mikroszálas kendővel, hogy mit lehet csinálni, és onnan is gyönyörűen lehozta, előjött a kocsinak a szép színe. És
Hát utána abban maradtunk, hogy megnézi majd Gergő, mert ugye amúgy Kecskemétről jött Debrecenbe, és most így hirtelen nem volt idő itt nekiállni az egészet így végig maszmókolni. Úgyhogy abban maradtunk, hogy meg fogja nézni majd egy röprosda oldóval először, hogy az mit hoz le, és ami megmarad, ahhoz pedig üvegpolírt és finish polír pasztát használva visszaállítani a kocsinak az eredeti állapotát. Küldött pár képet, ezeket is majd látni fogjátok, hogy a röprosda oldó után tényleg az egész kocsi így felvillanyzott szinte, annyi volt rajta ez az ilyen vasas lerakódás, és utána pedig a maradékot a polírpasztával pedig szépen el tudta tüntetni. Úgyhogy gondoltam, hogy megosztom ezt veletek, mint tanulságot, hogyha fúrott kútból mossátok a kocsit, és ilyen foltokat láttok rajta, akkor valószínűleg a foltok azok a jó részek, a többi az, ami nem jó, és ilyenkor érdemes mindenképpen röprosdaoldóval először átmenni a felületen, hagyni, hogy dolgozzon, leöblíteni, és utána pedig sima polírpasztával is, még gép nélkül is, csak egy kendő segítségével a maradékot el lehet távolítani. Értelemszerűen, hogyha fúrott kútban mossátok a kocsit, ha van rá lehetőségetek, akkor valamilyen szűrő berendezést érdemes azért elé betenni, hogy ez a takony ne menjen rá, meg ugyan magas nyomású sem fog örülni neki, hogyha lerakódik benne ez a sok szutyok. Úgyhogy hát így hirtelen ez ennyi ez a történet, remélem, hogy segített, vagy segíteni fog többőteknek, hogyha ilyen helyzetbe kerültök. Úgyhogy semmi más nem tudnék mondani, ha van esetleg hasonló tapasztalatotok, akkor nyugodtan osszátok meg, lent a videó alatt a komment szekcióban be tudjátok írni a véleményeteket, tapasztalatotokat. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, kívánom, hogy legyen szép a napotok, sziasztok!